A karácsonyi ünnepkör egyik legkiemelkedőbb eseménye december 24-e, Ádám Éva napja, vagyis a bőved estéje. A hagyományok szerint ilyenkor ért véget a böjt, és a bőség vette át a helyét. Ehhez az időszakhoz egyébként még számos népszokás és tradíció kapcsolódik. Az egyik ilyen volt, amely az egyházi liturgiával függött össze, ez maga a böjt. Tulajdonképpen a 11-12. Századtól kezdődően tudjuk azt, hogy az advent 4 hetében egy nagyon szigorú böjtöt tartottak az emberek, tehát a szerdai, a pénteki napon hústól és tejtermékektől is távol tartották magukat, ugyanez vonatkozott a szombati napra is. Bűnbánati időszak is volt, nem lehetett lakodalmakat vagy nagy mulatságokat tartani, ezt a csöndet csak a disznóvágások zaja törte meg. December 24-én a délután folyamán az emberek általában még böjtételt fogyasztottak, vagyis diót, almát, mákos dolgokat ettek. Az éjféli mise után lehetett gazdagabb, zsírosabb ételekre áttérni. Tehát előkerült a hurka, kolbász, a kocsonya is. Innentől kezdve már a bőség jellemezte a karácsonyi asztalt. Egyébként minden ételnek megvolt a maga jelentése is. Ugyancsak a karácsonyi asztalon megjelenő kezdetben, tehát a böjti ételeknél még 24-ig a sokasságot, a szaporodást megjelenítő ételek, tehát ez nem csak szilveszterkor volt ennek jelentősége, itt karácsonyi étkezésnél is, mint a mák, mint a lencse, a borsó, ugyancsak a halnak a pikkelyei, tehát nem véletlenül kerül be a hal a karácsonyi böjti ételek közé. A hal pikkelye az, mint a hal pénz, az megint csak a gazdagság jelképezte. Néphagyomány volt régen az is, hogy háztartási és mezőgazdasági eszközöket, szénát és szalmát tettek a karácsonyi asztal alá, hogy így segítsék a következő év termését és az eszközök hasznosságát.